Sziasztok, Alex vagyok, és kijött az új Márki Matchups, és most az EA megadták meg azt a lehetőséget, megint azt a jutalmat kapjuk a meccsek mindenért, hogy kapunk egy Team of the Week player-t az aktuális Team of the Week-ba. Benfica, Sporting, PSV, Ajax, Aston Villa, Birmingham és Real Barca. Kezdjük gyorsan, mert gondolom, hogyha nem lesz játékosunk belőle, akkor 8000 lesz per darab. Amikor az SBC-ben nézzük, 15-es pakot ad, egy Benfica játékos, egy Sporting játékos, minimum 5 nationality, minimum 2 rare, 79-es rating. Nem kell mindegyik volt túl eléges, nem? Egy kell, ugye? Egy. Liga NOS. Azt mondja, hogy hol van a Benfica. Itt van. Hát ezek mehetnek be. Sportingban minimum egy. Nagyon tökéletes, ráadásul rare is van. Azt mondja, 5 nationality kell, tehát Mitrolub biztos, hogy berakjuk, meg örök azt, jó. Berakom ezt a rugváit. És nézzük meg, hogy van-e Liganosba kapusunk. Brazil. Még egy brazil. Itt egy olasz. Akkor mennyi van? 1-2. 1-2-3-4 nationality van. Nézzük. Left mid. Ruiz, Costa Rica, és akkor innentől kezdve berakja Torres-t. Ide ezt a gagyit, már a rating az szerintem meg lesz. Mert ez is már úgyis kész van a liga, és akkor olyat kell, ami 3-mal föltolja a ratinget. Akkor viszont berakja ezt azt a 80-ast. És mondjuk, hogy ezt berakjuk ide. Mondjuk túl sok benfikás van, akkor már te végén el tudjuk adni, tehát akkor nézzük meg, hogy ide tudunk-e. Ha mondjuk bármilyen csatárt, ma összehang már megvan. Aki minimum itt egy, mondjuk ez. Nagyon jó. PSV Ajax, mit is fog ez adni? Premium Electron Players Pack. PSV-ből vagy az Ajaxból kell minimum 3 vagy így összesen. 11 kell a Holland Ligába. Max 8 lehet egy nemzetből. Mondd azt, hogy majd... Oké. Na ez a ZI-hez mehet is, mert ez Untradable. Legább föltolja a ratinget. Melyik a másik? PSV. Na ebből lesz a játékosunk? Lesz. 76-os. Akkor rakjuk ezt, mert ugye... Mondom, egy csomó honnan lesz. Egyelőre ennyi, és akkor így megvan a 3 ebből a jobból. És akkor most igazából ebből a ligából kell nézni. Krul, szép, hogy van egy kapusunk. Hát ez is Ajaxos, de hát most egyet több van, az nem baj. Berakjuk ide a Feyenoordost. Nincs CDM, hurra. CM van.
Jó, és két ember kell. Egy kamp nincsen, hát akkor. Ervi, nincs meg 95-ös kemiszri. Most csak szivatsz, ugye? És mit tudom én, erre rakunk átszakítót. Igen, picit lassúak a szerverek. Hát még is, mert 8 darab van ebből, már csak 7, de megéri. Akkor ez is kész, oké, gyorsan ugorjunk, mert itt lehet, hogy a Aston Villából van nincs játékosunk, de szerintem van. Azt mondja, a Premium Silver Players Pack, kettő kell vagy az Aston Villából, vagy a Birminghamből. Minimum 6 angol játékos, 70-es rating és emellett 85-ös összhang. Aston Villa. Elég kettő. Jó, ez az, az angol. És tudom, hogy lehet ez, mert lehet, hogy ez drága lesz majd a Liga SBC miatt, meg amúgy is. Oké, ez angol. És akkor innentől kezdve angolokat kell berakni, akik minimum 70-esek. Paul Robinson itt játszik még. Ne jelenleg berakjuk ezt a kapust, ezt megnézzük, hogy a rating föl fog-e menni. Itt van két azonos csapatba játszó. Bal hátvéd. Ezzel megvan a 6 angol. Mert ez a Blackburn, vagy milyen volt ez? Blackburn Rovers. De kik vannak? Igen, akkor ez a legrosszabb, ez a Ipswich-es játékos. 65-ös rating, azért picit toljuk följebb. Mitrovic, oké, okay, 2 ratingkel. Nagyon jó. És csak utolsó SBC. Real Barcelona. Na kíváncsiak, 15 000-es pakkot ad, minimum 2 Real játékos, minimum 2 Barca. 11. Mind a 11 a spanyol ligából 5 rár, minimum és 81-es rating. Na erre kíváncsi vagyok, hogy van-e. Egyelőre meg nézzük ezt. Mert szerintem amúgy a Real Barcán kívül van egy csomó játékosunk. Lehet akkor ez a kettő, hogy feltolja a ratinget. Amúgy nem volt untradable? Nem. Akkor Kovacsics bejön ide. Ide. Rafinha ide. Ide. Ah, ez az ezüst, és akkor... Nézzük, 80-as kapus. Nagyon nagy ratingot kéne berakni. Nincs nagy ratingünk. Nincs elem. Gajtán, de is. 78. Egy 83-as csatár kéne mondjuk. Griezmann mehet. Megvan. Nincs meg. Na ez gond. Aha, és ott a Ruben Castro is csak 81-es. De kár.
Na, vettünk egy mut és picit alakítottunk a csapaton, ugye ide bejött Rubio dobva és behoztunk egy upgrading középpályást Danilo helyett. És itt 2000 SBC, Muszák jó, az mennyi is volt? 1006. Ezt helyett vettük az egész SBC-be minden egy csapat, vagy minden egy SBC-nél. Egy 15 azért szerintem ezzel azt ott van jobb. Jeljünk összeset, és akkor kibontjuk őket. De át kellett a holland SBC-nél alakítani. 100-as chemistry. Team of the Week player, a 31. Team of the Week-ből. Nézd már a Team of the Week-et. Kiket lehet hitni. Nézzük, itt van Isco. A Herrera-nak, ennek a Company-nak. Főleg ennek a De Bruyne-nek. Ki van még itt? Ezt Sakét is elfogadnám. De ilyen nagy rétegünk, ezt nem szeretném, ezt. A többi az mind a csapatát se szeretném, meg ezt a 83-as, nem tudom ki ez. Szerint, mondjuk jó kártya amúgy, tehát hogy majdnem minden 80 fölött van, de nem a legjobb. Tehát akkor a kezdőből mindenkit szeretnék ezt a két négert. Meg lehet, hogy a Tauvin is olcsó, ez már ez a trap. Szilvertnél nincs valami értelmes. Úgy se lehetne kinyitni őket. Na de nézzük a pakokat. Nyissuk a silver pakkal. Na nézzük, ki az orosz. Rebrov. 73-as. Sparta Moszkvás. Aki már gondolom nem ér semmit. Pillanatra elhittem. Most angol, tehát hogy ére valamennyit. Semmit. Két portugál, török, koreai. Á, nincs semmi, semmi se 80 fölött. A legjobb szivárpak volt. Milyen pakok vannak? Akkor legyen ez a Jumbo Premium Gold pak. Silver Rare. Legalább egy PSV-s. Moreno, most kiáltsák amúgy mennyibe mennek. Hétezer-öt. 4800, hát tök jó végül is. Valami SBC-s játékos nincs már. Ami ezüst. Második 15 000-es pak. Na ki az? Lea 79-es. Hát ebben nincs semmi jó. Kétszáz. Utolsó két pak. Ugye volt már egy ilyen Marki matchup, szóval Team of the Week-et ezt nyitni, abban nyitottunk egy 85-ös konszét. Nézzük, Premium Electron Players pak. Kis Flair. Diarra helyett.
Vanquer, vagy mit tudom, hogy hívják már. Angels-es. Gondolom a legolcsóbb. Vagy nem, mondjuk starting price 400. Jó van. Beúgy megint azt a Las Palmas-os játékost. Na, értelmes. Hány walkout lehet amúgy? Kettő biztos, nem, három biztos. Nagyon lassúak a szerverek, azt mondja Leno 1, Papadopoulos 2, a Carrasco 3, Isco 4, Di Maria 5, 6 lehet. Abból 3 lenne a legjobb. Mindjárt rányomok. Egy walkout, egy fog. Ne, akkor most ilyenkor mindig az ellenkezőjét kell mondani. Ne dobj be semmit. Azt a 81-es szeretném. És akkor most beadja a 91-es Debrint. Nem, walkout. Úristen. Trap. Nem tudom, mennyibe megy. Egy újabb inform kapusra gazdagodott a csapatunk. Mennyi a max? 70 ezer, brilliáns. Net 25, 26. Nem annyira rossz ratingű játékos, legalább nem a 81-es. Ellenzőbb is a 85-ös kapus, itt is a 85-ös kapus kaptunk a Markin matchups-ból. Ennyit van az a Markin matchups, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!